TS az ott volt jó, ahol jó volt a főkönyvelő. Hiába volt ott jó az elnök, a főkönyvelő rossz volt, akkor nem volt jó TS. Főkönyvelő nézte mindig a paragrafusokat, hogy milyen támogatásokat lehet felvenni. És akkor abból tudtak élni a TS-ek, mert különben itt máshogyan, abból itt a cecei 12-13 aranykronás földekből nem lehetett kigazdálkodni. Itt az kellett, hogy ki milyen kapcsolattal van. Cecei egy napja az 1963-ba készült, ugye lejött egy veletek kaliberű csoport, és akkor Cecei egy napját megcsinálták, leírták, hogy mi történt Cecén egy nap, azon az egy nap. Bementek a tanácsházára, bementek a TS irodára, bementek az óvodába, az iskolába, és akkor mindenhol följegyezték, hogy éppen akkor mi történik. Tehát ez egy tulajdonképpen annak egy nagyon hű korrajz annak az időszaknak, amire egyébként kíváncsiak voltak, az a TS világ. Itt a pártitkárral beszélnek, a Boricsanyi bácsival. És ez hányban? Ez 63-ban. 63. Tehát 63 ez a tipikus időszak a szociális rendszernek, annak az igazinak. Tehát ebbe annak az egy napja, sőt még utána a hátuljában az a rész van, amikor visszajöttek és ezt föllovasták a helyi közönségnek, és akkor még ott is vannak kommentárok, hogy mit szóltak akkor hozzá, kiegészítettek, meg mivel nem értettek egyet, vitatkoztak, hogy mikor volt a TS alapítás, ebbe írja, hogy nem értettek egyet, hogy most 48-ban volt-e, vagy 1-es TS volt, vagy 2-es TS, vagy mindjárt 3-os TS. Hát akkor vitték el az embereket, még az ágy alatt is bujkáltak. Hát én tudom, az utcában Sebestyén Jani bácsi, oda bújj be. Aztán ott tüzelgettek, meg sütöttek szalonnát, mindent. Nem is voltak otthon, hogy ne találkozzanak, hogy ne kelljen aláírni a belépés alávalózatot. Tehát csak a WC ajtóban még apám is szegény elmentünk. Sancéknál volt a kazarba állva, hogy gyurmány volt a nyelvzelemnek az elnöke. Azt mondta Rákosi Mátyás, hogy úgy kell csinálni az emberekkel, megkoposztani, mint a csibét. Minél jobban fázik, annál jobban bújik össze. Kinek mennyi földje volt, bevitte. Az édesapám egy pár lovat vitt be, disznót kellett bevinni, meg tehenet is vittünk be. Úgy tudom, saját főrünk az olyan 26 hód volt, de amellett még rengeteget izét, ilyen kis haszonbérbe. És hát ugye itt volt a család, 6 gyerek volt, 4-en már rendesen tudtunk dolgozni, 2 kisebb volt. Ugye ezek vitte bennünket rendesen dolgozni. Oda hát az iskola elé, mikor kigyittünk az iskolából a 2 lóval, fölültünk a kocsira, az vitt bennünket kapálni, vagy aratni, vagy bármit kellett csinálni, vitt bennünket, de meg volt a megélhetésünk. Mindig. Úgyhogy én nem panaszkodok arra se, de a TS az mondjuk nekünk rosszabb volt. Elvettek mindenünket. A szőlőben idáig érő gaz volt, azt mikor az én apám meglátta, elkezdett zúgni a feje. Nem győzte menni az orvoshoz. Hát tönkretették. Tönkretették szabályosan. Amit addig fölépített. Az biztos, hogy aki belépett a szövetkezetbe, annak nem csak a földjét kellett bevinni, hanem ami volt egyéb ingósága, a kocsit, a lovat, a zekét, a fogast, minden szerszámot, és akkor, hogyha volt komolyabb szarvasmarhállománya, azt is be kellett vinni, ha anyadisznaja volt, azt is be kellett, legfeljebb maradhatott egy a családnak, de arra vágási engedélyt kellett kérni abban az időben. Tadás mutat anyánk 1950-ben. Ott 12 hód voltak. El volt a bórház, ez volt a lakóház, voltak birkák, disznók, meg egy ló volt, semmi más. Itt volt tulajdonképpen az ember a bátyámiknek. Ja, itt volt a tanya, hát itt ott kezdődik majdnem az oldal, ott volt a lakóház, itt meg egyen lejjebb, itt volt a bórház.
PS-nek az ideje ugye az egy nagy zűr volt itt ugye, amikor ugye megalakultak a TSZ-ek, ugye az nem volt egyszerű kérdés. Tehát azt írják is a régi ugye, történelmi írások is, hogy nagy motivációja a beléptetett paraszt embernek nem volt, hogy nagyon... Meg hát ráadásul nem is nagyon értettek hozzá, úgyhogy igazából magához a nagy gazdasághoz, tehát a nagy üzemi gazdálkodáshoz nem értett senki. Aki még beállt a TSZ-be, ugye, főleg ilyen a nagyobb gazda, akinek a nevének is súlya volt, akkor a községház tetején ment az egy falu egy nóta, és akkor név szerint küldték a nótát. Hát erre kell, hogy emlékezzek. Aki meg hát úgy mondták, hogy ellenség, azt meg azt mondták, hogy kulák, mert általában több fődje volt, és akkor dolgoztak nála napszámba emberek, és akkor hát abban az időben még a házából is kitették. Elmehetett albérletbe, vagy még a faluból is. Úgyhogy nem vitték internáló táborba innen Szecérű, de hát mentek el jó páron. Agitálás, hát azok voltak nagyon szép világok, halljátok, mikor jöttek az agitátorok, és akkor hát jöttek a szórólapokkal, meg aki belépett, akkor a hangosban volt a tanácsház tetején, és akkor mondták, hogy ki lépett be akkor nap. Hát ezt akkor sokan elmenekültek, nem várták meg őket este, sokan felakasztották maguk. Szóval az emberek nagyon nehezen adták be a derekukat, nem volt gond itt azokkal az emberekkel, nem volt semmiük. Azok aztán úgy nem is kellett, azok mentek oda. Na, de amikor valaki bevitt 6 lovat, tehenet, hát kocsit. Meg olyanok is voltak, hogy aki nagyon ellenállt, bevitték, aztán jól főpofozva ment haza véresen. Na, a bátyámat bevitték a tanácsházára, azt nem tudom, meddig volt ott, na, mikor hazagyűjt, felakasztotta magát. Felakasztotta magát. Hát a Dávid bátyám nem halt meg, mert a Sanci bácsi, a polgármesternek az édesapja, a Sanyi bácsi, kiabált az Angyi, ott volt a szomszédban, a Sebestyén Lajoséknak, ment haza, hát lássam, hogy hát iszét, hát hogy lóg a férje, azt elkezdett kiabálni, azt akkor a Sanyi bácsi ment az utcán, azt akkor az állt alá, azt akkor, na hát így vágták le. Édesapám még nem mentek be ebbe a nagy TSZ-be, hanem ilyen volt, hogy egyes, kettes, hármas, és akkor a harmadosztályú TSZ-t csináltak, Bocskai néven ott ment ez a rész, ahol laktunk. Már volt ilyen győzelem, május 1, meg a Bocskai, és akkor mit csak a harmadosztályú TSZ, ez egy kisebb, hát ezek a kettő nagyobb volt, ott több százan voltak egy-egy TSZ-be, mind a kettőben, és a harmadosztályú megkötően 30-40-en ilyen tehetősebb, úgy mondom, akinek gazda, aki mindenki vitt be valamit, mert ezekben úgy olyanok vártak be legtöbben, hogy akkor jó, bemegyek oda, az nincs semmi, akkor nem kell bevinni semmit. Hát igen, hogy valakinek nem volt öröm, de valakinek még az volt. Tehát az egyszerű ember, aki nincs telen volt, és ott egy ilyen valamire talált, amiben megélhetést kapott, meg azért csak a munkahelyisége után kapott valami pénzt, meg társaságban voltak, meg jól érezték magukat közben, meg ő nekik meg jó volt. Fiatal voltam, 59-ben kezdődött a TSZ, 50. Jó, de én 59-től volt cukorrépa, dohány, paprika. A paprikatermelés az pedig onnan ered, hogy itt valamikor a háborúk előtt. Itt bulgár kertészek vetek maguknak bérbe területeket itt a falu határ meg a Sárét között. Ez a Sáréti rész tulajdonképpen. Az alkalmas akkor el. Hát igen, úgy látszik, ez meszes talaj szerintem, ez a réti talaj valamire úgy látszik, hogy tetszett nekik, és akkor itt volt a bulgár kertészetek. És akkor ugye úgy tartja a legenda, hogy itt fővettek helyeket dolgozni, akik segédmunkásként gyerekeket, meg úgy napszámot dolgozni, és akkor ők tulajdonképpen ellesték a tudományt, ha úgy veszik. Sőt, hát ugye a rossz nyelvek szerint, hát lehet, hogy egy kis ezt el is vittek, elcsentek a melegházakból, hogy itt már ilyen üvegházak meg ilyenek is voltak, tehát olyan kertészet volt tulajdonképpen, egy üvegházi termesztés volt. És akkor ezeket ugye ők otthon már valamilyen formában hasznosították is. És akkor igazából így maradt rajtuk a cecekén. Ezek a bulgárok valamilyen oknál fogva elköltözködtek, tehát valami történelmi oka volt neki. És akkor tulajdonképpen a fajta, bár azt mondták, hogy az a fajta, amit a bulgárok itt hagytak, az még zöld paprika volt, és csipős zöld paprika. És akkor, hogy igazából utána alakul ki az igazi cecek, tehát valamilyen segítséggel, valamilyen tudományos segítség is volt benne. Itt olyan minőségű volt a paprika, itt vonat szerelvény indult el Szecérről a paprikával. És a szüleim meg a nagypapámnak az elmesélése szerint ez a paprika olyan volt, hogy ha berakták egy zsákba,
Akkor ez nyugodtan rá, tehát úgy vitték el a piacokra, hogy megrakták a zsákba a paprikával, és ezen ültek. Hát a legfőbb tármény volt a búza, kukorica, napraforgó, cukorrépa, minden volt, kertészet volt, sárgarépa, zöldségtű, kezdve, mák, ami létezett, minden, paradicsom. Paradicsom. Minden volt. Még kaport is termeltek a paksiai konzertgyárnak. Az nagyon emlékezetes marad, hogy Cinega Lajos leszállt a repülővel a cukorrépa földre megnézni a TSZ-t, hogy működik. És nagyon sokan voltunk, mindegy volt, ha cigány, ha magyar, egyforma volt mindenki. És egységben dolgoztunk, de mennyit munkaegység, igen, egy munkaegység, meg 14 forintos órabérért dolgoztunk a TSZ-be, majdnem csak 40 évig. Akkor 59-60-ban a Rizsföldön dolgoztunk, mert Rizsföld is volt, és a vasúton voltunk nyásállők, 800 forintot kerestünk egy hónapban. 13 éves voltam. Azért nem mentem tovább tanulni, mert kellett a munkaegység, és hogy felépüljön a ház. De akkor hány éves volt? 13-14. És akkor itt jártunk ilyen továbbképzőbe az iskolába, mezőgazdasági továbbképzőbe kellett járni, el is végeztem kötülővel, úgyhogy utána aztán elkerültem Fehérvárra, de én is nagyon sokat dolgoztam, amikor aradtam egész nyáron, szakadt az emberről a víz. Mindig mondták, ne egyál kislányon sokat, mert utána rosszul leszel, mert ugye szomjas volt az ember. Az apunak a nadrágja volt rajta, meg egy fehér ink, és úgy hajnaba mentünk kötelet csinálni. 59-ban anyu beállt a TSZ-be, akkor először kocsis lettem, meg mit tudom én mi, meg dolgoztam a izébe is, a zácsok mellett. Azt akkor mondom a TSZ elnöknek, mondom, hogy jó lenne elmenni izének, traktorosnak. Azt mondja, most nem férsz bele. Azt a gépállomásról meg szóltak, volt ott ismerettségem, azt akkor úgy elmentem, de abban a kitűtése, hogy egy szezont ott le kellett dolgoznom, azt mindjárt kombára tettek. A munka mérése mindig probléma volt, mert ugye voltak az öregek, voltak a fiatalabbak, meg aztán a családtagok. Amikor itt mondják, hogy dolgoztak, akkor ott ők nem tagok, TSZ tagok voltak, hanem családtagok. És amikor ezt szóval végül is a közgyűlés meghatározta, akkor utána volt még egy időszak, amikor könyvestag volt, és akkor nem az apja, anyja nevére kellett dolgozni, hanem a saját nevére. Fölírták, és munkaegységben volt a teljesítmény mérése, meg volt szabva, hogy például 500 öl paprika után járt egy munkaegység, vagy meg kellett 8-900 öl, mit tudom én, kukoricát kapálni, arra járt egy munkaegység. És akkor, hát nem mindenki tudta teljesíteni a normát, amit kiszabtak, és akkor akinek ugye kevesebb volt a teljesítménye, annak nullával kezdődött bizony a könyvibe a beírás, mert minden napját mindenkinek fölírták, hogy mit csinált, mit dolgozott, és akkor csoportokra voltak osztva az emberek, és hát voltak brigádvezetők, akik minden reggel beszóltak, és akkor elmondták, hogy hova kell menni, vagy megmondták az előző nap, és akkor hát a traktor még ugye akkor nem volt, hanem lovakkal szántottak, lovakkal ekésztek, vetettek, fogasultak, minden, és akkor azoknak is meg volt a normájuk határozva. De aztán a törvénybe elkezdték szabályozni a felosztást, és akkor az olyan szempontból volt, hogy nem lehetett azt mondani, hogy amit megtermeltünk, a miénk eladtuk, felosztuk, hanem azt mondták, hogy na, amit megtermelnek, annak, mit tudom én, 40%-át feloszthassák, a többit adózni kellett. Akkor még a mezőgazdaságban nem támogatást kaptak, hanem adót kellett fizetnünk, és akkor megfejleszteni kellett. És akkor utána, ami megmaradt a felosztás után,
akkor össze lett adva az összes munkaegység, és akkor az összes jövedelemmel elosztva, és akkor megnézve egy munkaegységre mennyi esett, mindent kiforintosítva, és akkor úgy lett adva. Na most, amikor Cecén általában jellemző volt az, hogy sok növénnyel foglalkoztunk, nem csak kukoricával, meg gabonával, hanem itt egy időben a nagy újítás fejébe még rizstermesztéssel is foglalkoztunk, dohánytermesztéssel foglalkoztunk, és hát amikor volt az osztozás, akkor mindenki a munkaegysége arányába kapott rizsát, kapott nem tudom hány szál cigarettát, mert ugye a dohány után kaptunk cigarettát, mert hát kértük, mert kellett az embereknek, kevesebb pénz kellett, és akkor nem kellett venni, és aztán hát igyekeztünk ártani ipari növényekre, például akkor a cukorrépára, és akkor azután is hát cukrot is kértünk, meg pénzt is kértünk. Hát ahogyan a gyárra ki lehetett egyezni. Azt hiszem 7,50-et kaptunk, én legalábbis én, ha jól emlékszem. Utána lett 8 forint az órabérem. Csak annyi volt a különbség, érted, hogyha munkaegységre dolgozta, és hogyha volt valami ó, hogy termeltek dohányt, dohány után a dohánygyártók kaptak cigarettát, azt mink is megkaptuk. Vagy cukrot például. Cukorrépa után. Cukorrépa után mink is megkaptuk, mit tudom én, hány kiló cukrot megkaptál. Na de amikor már forintos lett, akkor már nem kapta semmit. Én nekem gyerekkorom az nagyon élmény volt, mert vittük a kannákat és a folyóskutnál, ott elmostuk azt, akkor ki voltak akasztva, hogy kiszáradt, mert este mentünk mindig, mert nálunk sosem volt ló. Mindig édesapámnak mondta, miért nincs lovunk, mert nekem mindig, hogy hívják, csak tálunk volt. És akkor 8-10 kilométerre kint voltak a földeken, indultunk este haza, a lovak socsikkal, hogy mentek el mellettünk, azt mondja, milyen hasznos voltunk, kifáljuk, akkor egy kis pénzt is ad, mert hát máshogy nem ezt. Nagyon jó voltak abban a világban, ezek a, itt a temető tónál volt még a tóba víz, és akkor a lovas kocsikkal mentek át a vizen. Na, mit gondoltok, miért? Kiszáradt egész nap a kerék, és akkor belementek a vízbe, és akkor megdagadt, hogy nem esett le róla vasa vizébe. Szóval néztük, meg hát ott voltak a kutak, akkor olyan tiszták voltak, hogy nagy vödörbe ittuk a vizet még, akkor nem a szemetet dobálták be, volt a csordakutat, mindenki megállt, és akkor lovakat megitatta, ívott egyet, és akkor hazafele meg jött, és akkor bevágtatott a temetőtóban a vizen keresztül, és megdagasztotta a kereket, ami napközben, a napon kiszáradt. Erről is mindig szólnak, hogy sokaknál volt, de nagyapáméknál is volt, a várani papáiknál, hogy ők is be kellett adni a lovat, kocsit, mindent vittek a TSZ-be. És akkor, hát ugye ők a saját jószágaikkal úgy bántak, mint a családtagjaik. Hát ugye a na most ugye, a lovakat ugye ilyen, hát nagyon egyszerű emberek voltak, lettek a kocsisok ugye általában a TSZ-ekbe. Ők magát a jószágot úgy régről nem ismerték, tehát nem voltak barátjai, úgy mondjuk. És akkor hát ütötték, verték, mert a lovak nem akarta csinálni, hogy hozzá volt szokva a gazdájához. Volt rá példa, hogy jöttek be a kocsisok valahonnan a földekről, és a ló ugye okos állat, befordult a hídra, ahova ugye előtte szokott menni. Tehát befordult kocsistól, minden estül bement az udvarba. És akkor ugye ott álltak, sírtak a nagypapámék, ugye szegények, mert tényleg mondtam, hogy konkrétan sírás volt, mert ugye az nem volt, hogy most kifogjuk, aztán visszacsináljuk az egészet, az ugye nem lehetett. És akkor mondta is a papa, hogy a kocsis elkezdte ütni, verni a lovakat, hogy valahogyan kiterelje őket meg, és akkor meg is fenyegették, hogy hát hozzányúltak a lovainkhoz, de ugye nem az övék volt, tehát ott egy érdekes dolog történt akkor. A lovakat sajnos, amikor a traktorok jöttek, el kellett adni. Hát azért a parasztok szíve majd meghasadt, mert akinek jelentősebb földje volt, ha mindjárt 3-4 hód is, de lova, meg ahhoz a főszerelés meg volt. És akkor a szegény lovakat minden gazda megsiratta szinte, hogy hát az ő jó lovát, mert volt, aki maga nevelte csikókorától kezdve, ugye, és nagyon kezesek voltak a lovak, szelidek, meg ha a gazdája szólt, hogyha ott volt 60-80 ló is, például a Monártanyán, ment a gazda, szólt a nevén, hogy Manci vagy Zsófi, akkor a ló már emelte is a fejét, már megismerte a gazdáját, és akkor mit csinált a gazda?
ugye kötényben voltak nagyon sokan akkor a parasztok, hát volt a kötényében mindig kukoricacséve, azt akkor mindig dugta oda a saját lovának, ameddig ugye meg nem büntették. Dobos Padi bácsi volt a brigádvezető, ugye az is egy ilyen több földdel rendelkező gazda, azt mindig mondta, hogy hát kénytelen leszek ideállítani, aki mindig figyeli, hogy senki nem etetheti jobban a saját lovát, vagy a csikóját, vagy amit, és akkor elkezdték vinni Vágóhídra. Na hát az aztán akkora lelkibánat volt az emberekben. Na de jöttek ugye a gépek. Na most hát először nem az volt az igazi, mert hát ahhoz is át kellett állni, hozzá kellett szokni. A szerkezetet, a termelés szerkezetet át kellett alakítani. És akkor hát itt mi mindig ragaszkodtunk a kertészethez, és kihasználtuk azt, hogy paksi konzervgyár közel van, és akkor hát a paprikát, a paradicsomot, a káposztát, volt olyan időszak, karfiolt, uborkát, a zöld borsót is, hát ha azt mondom, hogy 200-300 hektárakat, és akkor hát azt is meggépesítettük. Először kézzel szedtük. Kézzel szedtük, úgyhogy ültünk ott a borsó között, aztán szedtük, és akkor mindenki jé, meg lett mérve, hogy hány kilót tudott leszedni. És akkor hát nem volt könnyű. Senki akkor, fiatalok voltunk, de senki nem volt igaziból elégedett. Az ügyesebbek voltak jó gazdák. Az ügyesebb jó gazdáknak volt valamiük. Na most ők hogy ne sajnálták volna azt, amit valami nagyon keservesen előállítottak. És akkor utána jött a rágosi rendszer, amikor még ugye el kellett dugniuk a krumplit. Mikor még én gyerek voltam, akkor is volt luk a fészer alatt. A nagy vetőgép alatt tudom, volt egy, hogy mi ez itt, miért van itt, ott szoktunk játszani, és akkor miért van itt ez a nagy gödör? Le volt fedve, úgyhogy meg volt csinálva frankon, hogy egy deszkasor volt, aztán még egy deszkasor, aztán meg szalma, aztán meg föld. De ott mindig ott dobogtunk, hogy akkor már ez, tehát nem a beszolgáltatási rág, de megmaradt még akkor, tehát a 70-es években ott volt a luk. Mert oda dugták el a bort, voltak hozzá eszközök, szivattyúk, stb. Mivel ki tudták szedni. Trágyadombolá volt elásva a krumpli, meg, mert ugye mentek a beszolgáltatók, ugye erre is voltak emberek, mindenre, ugye mindig mindenre van ember, és akkor mentek a padlássöprők, meg a padlássöprőknek hívták őket, és volt ilyen hosszú tüskéjük, acél tüskéjük, egy fany élen, és akkor mindenbe beleszúrkáltak. Tehát keresték, hogy meg tudták, hogy azért élelmes a parasztember, valahol eldugják. És meg tereszúrkálták a szalmakazat, a trágyadombot, mert ugye már oda is, azért mondom, ők is odaásták. A trágyadomb alatt volt elásva, ott voltak a... Mert ha nem ássa el, azzal nem törődtek, hogy ő télen éhen fog halni. Hozták a szuront, azt bökötték, hogy nincs egy a szénábágyukkal bor vagy valami. A masina beállt az udvarunkba, hogy majd ugye csépelik át, tudja mi a masina? Igen. Ez a cséplőgép. Beállt, és akkor Trenczki Ferenc volt a mérő, aki mérte mennyi mázsa termet. Aztán mondták, hogy hova vigyék, hát a parlásra vigyék föl, aztán majd ott öntözzétek ki. Ugye külön világ volt a cséplések világa, tudod? De mentek a cséplőgépek házról házra, mert ez kutyamunka volt, mert aztán ki milyen pozícióba került. Arról is van egyébként nagyon jó képek, egy nagyon régi kép, a cséplőgéppel állnak az emberek. Nem mindegy, ki hova került. Ugye voltak a zsákolók, voltak a kévekötők, voltak a polyvalikasok, hát az volt a halál. Igen. Ugye ők a polyva, ahol nyomta ki a szemetet, meg a porta, ott kellett eldolgozniuk a csúszisoknak is hívták. Csúszis, polyvalukas. Hát ők aztán úgy néztek ki, mint a négerek estére, mert rendkívüli világ volt. Ugye voltak a zsákolók, voltak az etetők, akik etették a gépet magát. Ugye ez egy, akkor még ezek a régi Hoffer traktorokkal égszíjas, nem is égszíja, hanem ilyen lapszíja hajtott eszközök voltak. És akkor azért mindenkinek meg volt a maga funkciója. Ugye szokták mesélni, hogy a zsákolók, az is hát sokféle baleset veszély volt ebben, de őnek is például a nagybátyám, az egyik nagybátyám, egy nagyon nagy testérejű ember, a János bátyám, és akkor ő mindig zsákoló volt, 80 kiló zsákokkal nem nagyon foglalkozott, simán elvitte. Csak mindig veszélyben voltak a rendkívül risztrosz padlás följárókon, vagy a padlásra hordták föl a gabonát, akinek ugye vitték föl, hogy sokan leszakadtak, vagy a padlásról szakadtak le, vagy a lépcsőről szakadtak le. Meg hát ugye onnan ered a mondás is, hogy elkapta a gépszíj. Hát ugye a gépszíj az, hogy ilyen balesetek is voltak, akik elkapott a gépszíj valamikor a cséplésre. Aztán ennek volt egy ronda oldal, amikor a beszolgáltatási időszak volt,
mikor már az írnok, aki írta ezeket össze, hogy kinek mit, mert tudták, hogy kinek mit kell beadni, már akkor ott álltak, mikor már cséplés volt, és akkor már onnan vitték, tehát ott már nem lehetett sumánkolni vele. Jött az ellenőr, nem tudom, mi volt a neve. Ott tart a kocsi. Oda föl elvitték. Azt mondták, én nekem menjek oda én, mondjam, hogy ne vigyék el, kezdek el sírni. Mert a gyerekek itt vannak, nem tudunk mit enni. Aztán megfogta itt a ruhát rajtam, középen volt nekünk ilyen kerítés, drótkerítés. Azt úgy belevágott oda a kerítésbe, hogy a seggemnek ott maradt a helye. Meg volt hordra, mit tudom én, hogy mennyi tyúktojást kell leadni, mennyi zsírt kell leadni. Ugye ez is egy ilyen agitációs módszer volt tulajdonképpen, hogy elveszünk mindenre, úgyis beállsz a TSZ-be, hát aki nem álltak be mindjárt, ugye először mindjárt nem tudtak mindenkit beintegrálni, ugye ez egy másik kérdés volt már később. De hát ugye ez egy érdekes világ volt, azt nem szerettem volna akkor én. Azért mondom, hogy tulajdonképpen az, hogy az őseink ennyi mindent megértek, ez egy csoda, hogy egyáltalán mit vagyunk, nem? Igen. Tehát az öregapáink az első világháború, aztán a horti korszak, aztán a második világháború, aztán következett a nyakukba kap. Azt hitték, hogy már felszabadultak, és akkor erre mi történik, akkor jött a Rákosi korszak a nyakukba. Én nagyanyámnak voltak halbérlői, egy szobája volt, neki ezt mindig kiadta. És itt volt egy, elmondom azt, hogy hívják, a tanácstitkár meg a tanácsának. Egyik írni, olvasni nem tudott, a másik írni. Ez biztos, hogy ilyen lófasz igazgatónak hívták, mert hogy hívják, csördörös volt, és abból lett, kérem szépen, nem jön az ember. A Markus Imre, az meg ilyen ló, ápoló, ilyen ménes gondozó valaminek, amikor ilyen csődörök voltak itten, úgy hívták, hogy a csődörös Markus Imre, a ménesné volt valahol arra kis urasági kis tallójánál voltak ezek a zapa lovak. A tök mag az a lófasz igazgató? Nem az a más, ez Molnár István volt a tök mag, ez Markus Ferenc volt a lófasz igazgató, aki az volt, hogy hívják, a csődörös nád, ez ebből lett titkán. Ennek a Molnár Istvánnak megtetszett a Bordán Lajos bácséknak a háza, és azt behívatta oda. Hát ezt valamit mondott, pofon vágta Lajos bácsit, amíg visszaadta. 3 évre becsukták, tök mag szépen beköltözött a házába, a feleség meg a Anti odajött nagyanyámhoz bérelni egy szobát, és adom mód ott maradt az egész lakás, a tök magabban lakott az évben. Azt a padlón várték, ott vágták a fát, ez ilyen szín. De hamarosan, szóval azért, mikor már egy kicsit stabilan lett a helyzet, akkor már ezeket az embereket aztán apra tették. Hogy... Férje, mit dolgozott a TSZ-ben? Előbb könyvelt, aztán meg öft a partitkár. És milyen feladatai voltak egy pártitkárnak? Mit tudom én? Hát gondolja, hogy mi még beszéltük azt. Nem lehetett. Nem lehetett. Nem lehetett. Nem tudom. Ez az ő dolga volt. Ez ennyi mémek az, amit... Nem. És az akkori élet az... Hogy telt itt Cecilnek? Boldogok voltak az emberek? Hogy látja, így visszaemlékezve? Nem tudom. Nem tudom, épültek a házak egymás után, az egész utcas sor, mint a gomba gyöt. Volt fejlődés. Volt fejlődés. Még más utcák is épültek, a Csóks István utca például az is abban az időben épült föl. Úgyhogy ilyen volt. Sőt, egyforma házakat kellett építeni. Ugye minek hívják most ezeket a házakat? A tévépű, tudom, Kádár kockának. Komolyan mondom. Tízes házak, kockaházak, sátortető. Házak, sátortetős, és azt most Kádár kockának hívják. Mi nálunk az egyik szobának a fala, mennyivel egy olyan 60-70 centivel kijebb, hogy belül jobban elférjünk ugye helyiségekkel. És azért minket megbüntettek, mert nem egy sikba volt, hanem nem Kádár kocka lett, mégse, azért se. Hanem, és megbüntettek bennünket, ki kellett fizetni. Abban az 50-es években
Dunaújvárosi Bodnár nevezetű volt minisztériumban képviselő, és az építetett 3 utcát Cecén. 3 utcában mindkét felül építetett 3. És a nagycsaládosok... Ott fönt oda, a vasút felé, és akkor azt úgy hívták, hogy az az oncsaterem. Igen, azt hívták oncsateremnek, és a nagycsaládosokat oda tették, hát oda mehettek, kaptak lakást. Az országos nagycsaládosoknak a házakat adtak, ilyen formaházak voltak, és két sorban, egyik soron Dózsa György utas 8-8-16, de ott mind 10-11 gyerek volt minden családban, azok kapták meg ezeket a házakat, másik utcában meg volt 4-5 ház, és egyforma volt hajtásos, egy megmaradt, már mondtam is itt meg Gávonnak, mondom, vegyétek egyet meg, nem maradjon az utókornak, mert többit már átalakítgatták, most már unokák vannak benn, meg nincsenek már ilyen, és azt is a Radisnak a közleműködésével, és akkor volt itt még egy építési miniszter volt, a Bondor István, az is Cecei kapcsolatai voltak, és ő építette ezeket a házakat akkor. De ezt is a Esperes úrnak a közleműködésé. A családok részletre kapták? Ezek a 11-12 gyerekes családok, és megdöbbentő, hogy nincs kötődés, valahogy nem tudom, ahol egy család is volt, például 12-en volt, egyetlen egy nincs, pedig a korosztályom, és egyetlen egy nincs. Magyarok? Magyarok, igen. Egyetlen egy gyerek nincs, Paulus család volt, 11-en voltak, és egyetlen egy gyerek nincs, se lány, se fiú, hogy maradna valaki is, hogy itt elment az egész család, abból ilyen érdekes volt. Sok többiek meg a 8-10 gyerek volt, azok kapták meg ezt a Oncsaházak. Állami pénzből, és ingyen kapták meg. Ingyen kapták meg. Oncsaházak voltak, és ebben lett az egyház közleműködésével. Ez a két sor, de nagyon szép kis házak voltak, jó, nem voltak nagyok, de hát azért fedél volt ház, és akkor bóthajtásos, mert egy megmaradt belőle még, akit, hát azt mondom, ezt meg is kéne hagyni tényleg arra, hogy az utókornak ilyen is volt. Minden nap volt eligazítás 11 órakor, és akkor ott az agramónus megmondta, hogy mit, hova kell gépet küldni, ezt-azt. Reggel bentem 17:30-ra, megírtam a menetleveleket, megmondtam, te ide mész dolgot, te oda mész dolgot, ezt csinál. Napközben meg ellenőrizni. Már a 60-ban már akkor alakult egy kicsit. TSZ-ben dolgozott, ezt utána még mindent megcsinált ő is, édesapám is még az utolsó éveiben, és még 80-asban is egy kis ládát szugált valami 0-1-ségén, meg hát így csinálgattuk azt mi is, még a munka mellett én is még dinnyéztem, paprikát termelek még most is. Például az oroszoknak nagyon kellett az a fuszka, és akkor Paks mondta, hogy akármennyit. Hát ugye, az is egy nagyon érdekes világ volt, mert hát több mint 100 hektáron sárgarépát termeltünk, rengeteg lett, rengeteg. Aztán hát ahhoz kellett ugye paradicsom, minden, és akkor hát aki amennyit termelt a háztáiba, ugye szépen mindenki le lett mérve, ahhoz megint kellett egy embert beállítani, Sebestén Pisti volt, és akkor hoztuk Paksó a ládákat, a gyártó, Fischer volt a fő átvevők, volt a paradicsomhoz, meg a kontinálunk. Nem dolgozták fel, hanem elvitték. Elvittük, 25-26 kilométer, nem volt gond, járműveink meg voltak, de ha gond volt, akkor beszóltunk, akkor küldték a fő képkocsiaikat. Úgyhogy összetudtunk dolgozni nagyon a paksiakkal, és amikor Paks fizetett, akkor mi azon nyomba a súly arányába vittük ki a tagoknak a pénzt, vagy üzentünk egy brigádvezetőt, hogy ahol az asszonyok dolgoznak, 30-40 asszony vagy 50, szóljon, hogy hónap jöjjenek be 10 órára, vagy amikorra. Ki lesz borítékúva a pénz, úgyhogy mindenki megkapja a magáit. Na most volt egy olyan év, amikor, hát a dinnyével is ugyanez volt, csodálatos dinnyéket termeltünk, rengeteget, minőségit hozzá merem tenni. Volt olyan nap, hogy Szecén raktunk 20 vagont, ugyanazon a napon, vagy talán 10-15-öt, amennyit a vasút győzött adni. Mi annyit győztünk szállítani. Úgyhogy ez egy kész csoda volt. De akkor ez egy jó üzlet volt, ez a dinnye, igaz? Na de figyeljen ide, uram! Háztáiba volt ám a dinnyének 80%-a. És akkor volt olyan év, Kati, mondd meg, melyik volt a legjobb évetek? Nem tudom, de volt egy. Millió fölötti bevételek voltak. Mert ha meghagyjuk a TSZ-nek, akkor a közösbe marad, aztán aki hozzá se nyúl, az is osztozik, ugye?
Így meg, aki konkrétan a családjával éjjel-nappal, szombaton, vasárnap mindig csinálta, akkor... Na, akkor ugye, hát ugye csak okosodtunk mi is, és rájöttünk, hogy a csúcs a növénytermelésben a vetőmagtermesztés, ugye? Hát most is az, meg az is marad. Vetőmagtermesztés. És akkor termeltük a dinnye vetőmagot Vajtán, a cserszont, ilyen nagy, hosszúkásokat, 10 kiló alatt nem is volt egy se talán. És annyi volt, hogy ellepte úgy a földet, az a rengeteg nagy dinnye, hogy minden mezőgazdasággal dolgozó újságtókin voltak, aztán nem akarták elhinni. Azt mondja ott az egyik, aki ezt a mezőgazdasági újságot csinálta, azt mondja, nekem azt mondja, hogy nem megbeszélték itt a kerületvezetővel, Zerdes Gyula bácsi volt akkor, hogy itt éjjel egymás mellé rakják ezeket a dinnyéket? Hát, mondom, nem, mert éjjel aludni kell mindenkinek egy keveset. Aztán, hát ezt szétköllött meténi, a magot ki kellett belőle mosni, és akkor ahhoz is mennyi asszony kellett, meg mennyi kéz kellett. Még az én gyerekkoromban is persze voltak dinnyeszállítások. Tehát a TSZ-ből is vitték. Aztán gondolom, ebben látták meg a fantáziát a magángazdák is, hogy ugye ezt azért háznál is el lehet adni, meg a piacra is el lehet hordani. És akkor ebből aztán ilyen idézőjelben iparági épületként, tehát itt aztán a dinnyések, hát egy jó jövedelmező foglalatosság. Mert ugye viszonylag kis területen lehet nagy jövedelmet elérni, tehát viszonylag, de akkor még viszonylag kis befektetéssel is, tehát akkor még ezek a régi fajta dinnyék, a szigetcsépi dinnyék, meg az volt az a klasszikus dinnye, az a fekete héjú. Ugye, igazából még a nagyapapáim is úgy szedték a dinnye magot. Tehát voltak magdinnyék, amik hatalmasan megnőttek, és akkor azoknak a magját kiszedték, és akkor abból lett aztán a következő évben a következő szezonnak a dinnyéje. Hát itt, mikor gyerek voltam, ott most az a lágdomgyomban Laci ottarna. Akkor a dinnye volt, hogy nem bírtam már. A tapuban volt ilyen kiállítás, a református iskolánál volt. 32 kilós dinnye volt. Úgy hajtottam le onnan a hegyről. Akkor a Bércesné volt rizs, ott termelték, és akkor december 3-án, 4-én masinaztuk. Képzelheti, a vízből hoztat a deres megfagyott bálákat, vízé kévéket bedobálni, mert akkor volt ilyen kombaj, ami kiverte magot. Nehéz volt nehéz munka is. Volt, amikor decemberben szedtük gabonásba a répát, a takarmányrépát. Olyan is volt, hogy kukoricát márciusba szedtük, amit tavaly elvetettünk, majd márciusba szedtük le, mert olyan vize ellepte akkor, nem tudtunk rámenni. Voltak nehéz napok, voltak. Amikor Egressel egyesültünk, sose felejtem el, azt mondja az akkori UTS-elnök, hogy hát igen, mit akarsz Hecával a 13 aranykoronás fődjével, nézze meg a milyenkét a 28-30-at. Mondtam neki, igaz, Misi bácsi, hogy a maguk fődjeinek az aranykoronája annyi, de nézze meg, mennyi a milyenkének a karátja. Aztán majd nézzük meg, hogy egy hektárú mennyi pénzt tudunk levenni maga buzába, meg kukoricába, meg mind mennyit veszünk le paprikába, vagy répába, vagy dinnyébe. Aztán majd akkor mértjük össze, hogy mi milyen. 68-ban kitalálták, hogy aki kombányos, vagy hát legalábbis én nékem, meg még valami kettőnknek kitalál, bár akkor már több kombány volt, hogy aki kombány, menjenek be a műhelybe dolgozni, nem kapnak gépet, traktort, na magyarul mondva. És akkor még bár dolgoztunk a műhelybe, akkor volt 55 munkaegységet kaptam havonta. Az is előfordult, hogy ugye az oroszokat hívtuk, amikor egyszerre fölépítettük a hatalmas nagy tárolókat, és akkor ott kellett a borsot menni, kellett oda. És akkor jöttek, és akkor hát bementünk oda a laktanyába, azt akkor mondtuk, hogy kellene egy 100 ember, akkor jött a 100 ember, 100 katona. De orosz, szovjet katonák? Rendes katonák, igen. Így van. És akkor ott ugyanúgy lapátúták rendezkedtek, semmit nem kellett csinálnunk, meg kellett etetni, jó kellett tartani őket. 50 kiló zsákokban lett kimérve a borsó, és vartuk be, azok hordtak, mi csináltunk, de olyan, hát
így aki mondom, nem vitte hibrid kukoricaszedésével, akkor is azt csináltuk, hogy nem tudnának adni egy 3-4 embert ennek, meg a mannak. Hogyne, etessék meg, aztán meg hozzák vissza. Ilyen volt a kapcsolatunk. Na de amikor aztán a dinnyeföldre beszabadultak, hát azt akkor kellett volna lefilmezni, hogy azok úgy ettek, mindig éhesek voltak, és hát mi nekünk mindig etetni kellett őket enni. Megcsináltak mindent, el lett nekik mondva. Elmondtuk a vezetőjüknek, és az elmagyarázta nekik, és akkor hát ezt ne vegyék fel az erdélyi nélonkának a hibridje, ugye, és akkor hát kértünk oda 6 embert, és akkor az Ilonka vitt 2 kilós kenyeret, meg aztán 2 rúd szalámit, meg aztán ilyen munkás, vagy mit tudom én, milyen cigaretta volt, mi nálunk, én nem cigaretta, aztán sosem nem értettem hozzá. És vitt az Ilonka, vagy 10 paklival ki, hát ugye azok nagyon örültek neki, olyan boldogok voltak, hogy borzasztó, azt akkor oda ment a vezetőjük, hogy ne próbálja megetetni őket, ne próbálja, majd ha mennek el, meg minden. És akkor hát én is mentem oda, aztán mondtam neki, hát így is meg tudják csinálni a mait, és egyenek azok az emberek, és akkor mondtam, hogy ragaszkodunk hozzá, hogy ne éhesen dolgozzanak, még nem szeretjük, ha az emberek éhesek, aztán úgy dolgoznak, és akkor megkapott mindegyik egy-egy doboz cigarettát, olyan boldogok voltak. Aztán, hát ezek fiatalok voltak, nem 20 év fölöttiek, hanem 16-7 éves katonák voltak. A fene tudja, honnan hozták őket Szovjetunióból, és akkor azt mondja az Ilonka, ugye 2 fia van, és azt mondja, ha az én 15 éves gyerekeimet elvinnék, azt így dolgoztatnánk, és azt se tudnánk, hogy hon van, meg hány ezer kilométerre tűnünk, és még koplan is kéne nekik, és hát azt mondja, nem bírnám ki, meg a zsandozira. Úgyhogy aztán mondtuk annak a tagnak, hogy vegye már tudomásul, hogy emlékezzenek meg, hogy jó napjuk van. És igenis egyenek. Kitanultam a visszerelést, egy 40-50 fürdőszobát csináltam, 2400 forintért csináltunk egy fürdőszobát, egy 2400 forint, most milyen, és azért komoly munka, meg nem voltam ilyen menetvágók, hanem úgy kellett gyűszülni. Plusz, a, hogy hívják, az úton, itt egyik oldalon van a KPM út mellett a vízvezetés csak, és a másik oldalakon át kellett fúrni. És egy ilyen kis furóval, hogy belett 20 centit ment előre, visszaúztuk, megint kitisztítottuk meg, és akkor úgy furogattuk át. Kézit, persze fogtuk végig, nem mind most már. Hát az ebből lett az ember, ezért iparkodtunk meg, úgyhogy megbecsültük, ami volt. Akkor termeltük a fűszerpaprika magot, termeltük a cecei háromerő csipős magot, akkor termeltük az egésznek a csúcsa a répamag termesztés volt, ami Lajos Komáromtól szereztük el kis protekcióval, a doktor Őri Teréz volt a szenkre kellett vinni, ugye, és akkor a németeknek kellett az a mag, és hát abból nem sikerült ez, az, amaz, akkor ezek behoztak. Szóval szervezéssel, meg észszerű gondolkozással, akkor hát ugye bajba voltunk a hibriddel, mert hát ugye, ne hagyjuk, Marki, az is volt, nem is kevés, a hibrid kukorica. És akkor ugye, hát Lajos Komárom, hát szövéki a hibrid, hát ők a, valakik az országba. Aztán hát ugye itt a Nyikus Józsi, nagyon értelmes, hát Gödöllőn végzett, növényvédő szakmérnök volt, és akkor hát elkezdtünk mi is hibridet termelni, az Őri Terikét megkerestük, meg egyéb jó néhány embert. Hát mondtuk, az nem a nagy baj, ha egy kicsit ott azok haragszanak ránk a katangába, majd megbékülnek. Meghívjuk őket zárszámadáskor. Aztán kész, majd megbékítsük őket. És akkor bizony volt úgy, hogy nagyon sok komoly pénzeket vittek haza, mert kiadtuk hasznáiba. Kiadtuk hasznáiba. Nem a közös nyomtuk, mert tudtuk, hogy azzal mi nem boldogulunk, a 13 aranykoronás földdel nem sokra megyünk. És akkor kiadtuk a tagoknak, így próbáltuk megpótulni. Hát mit gondolnak maguk? Mi bűépült? Ez a soron, ha végigmennek, az a rengeteg ház. Ezen az utó, ha végigmennek, meg akármerre. Úgy épültek a házak, mintha földbűnöltek volna ki. Csináltuk a pénzt a háztáiba. Nem dicsértek, megérte mindig, ez biztos. De azt mondtuk, hogy mink itt törzsgyökeres cecelyek vagyunk, meg itt is ma akarunk maradni.
és azt akarjuk, a családjaink is itt éljenek. A háztáj az igazából a TSZ időben jött be. Egy ilyen... arra találták ki igazából, hogy a megélhetéshez szükséges állatot, meg az ő megélhetéséhez szükséges földterületet biztosítja a TSZ, ezt a TSZ kiméri valahol, és akkor ott voltak a háztájföldek, mindenkinek voltak háztájföldjei, aki a TSZ-ben dolgozott, persze. Ugye ez azt hiszem úgy volt, hogy lehetett két disznót, lehetett egy tehened, meg lehetett 400 szegő földed. Tehát aztán ez volt a háztáj. Tehát tulajdonképpen ez egy, nem egy misztikus dolog egyébként. Ez a, egészen, ameddig a TSZ rendszerváltásig felmutat, mindenkinek volt háztáji földje, aki a TSZ-ben dolgozott. És akkor ezen tulajdonképpen a saját szükségletüket tudták maguknak teremteni. Aztán akik a dinnyét termesztették, ők már szerintem inkább, hát egyrészt a háztáji földje, de az kicsi volt, tehát ott nem volt sok terület, hanem igazából nem is tudom, hogy ők a nagyobb területek, de eleve nem voltak nagy területek. Tehát azt is, hogy valahogy a TSZ-en keresztül kapták ezeket a földterületeket. Valahogyan kivették bérbe, vagy valamelyik olyan területeken, akinek kapcsolatai voltak. Radics tiszteletes úr, hát Esperes úr, ő, aki ezt elindította, és különben nem jött volna létre ez az üzem, hogyha ő nincs. Hát itt 35 embernek volt munkája. Akkor volt itt garázsnak hívták, a tejüzemnek a szállító részlege volt, ott most a benzinkutfa. Ott egy, az is egy nagyon jellegzetes cég volt itt Cecén, ott sokan dolgoztak. Apósom is ott volt garázsmester. Úgy hívták a Szálván, tejipari szállítási vállalat. Nyári Feri bácsi, egy sárbugárdi ember volt a vezetője, neki a cecei kötődésű, és ahhoz tartoztak, még Tamásiba is volt egy tejüzem szakályba, itt nem irányított ezt a beszállítást, az összeset. Először csepelekkel, utána voltak ifák, aztán már jött Mercedes is, és akkor már olyan 5000 liter, 2500-es tartály volt az ifákon, az 10000-et tudott behozni, és ezek a nagyobb autók az meg már 9000 literesek. Meg sok munkaerőt felvett a tejipar is egyébként. Csak aztán a rendszerváltás után ezek is az mind megszűntek ezek. Ennek az volt a célja, hogy csak hűtött tejet Budapestek. Itt nem volt se termék, semmit se gyártottunk, csak egyedül fölözni se fölöztek, hogy hívják be. Csak azt a 80-as években akkor már két fölözőt, egy 5000-est, meg egy 10000-es fölöző jött, ami azt jelenti, hogy egy óra alatt 5000 liter tejet tudott lefölözni, és akkor a fölözött tejet azt, hogy vitték Szekszárdra sajtot készíteni, és a tejszín meg bement, hát gyártani primér dolgokat Szekszárd, vagy Fehérvárra az üzemhez. Úgyhogy a többi tej megment Budapestre. De aztán ez is megszűnt, mert akkor utána már nem volt mennyiség, mert akkor elmentek a gazdaságok, tönkrementek, ezt akkor végül már 40000 liter tej maradt, mikor itt aztán bezárták a lakott került tár. Mikor indult a hanyatlás? Hát a rendszerváltozáskor. Már azt akkor, igen, 89. Akkor, amikor egyszerűen úgy megfojtottak bennünket a szószoros értelmében, képzelje maga azt el, hogy napi 5-6 ezer liter tejet kiöntöttünk, a tejipar nem fogadta el, és így összetépte az orrunk előtt a szerződést. Hiába jött velem a megyei tanácsnak az illetékese is, és akkor hát azt mondták, hogy ne vigyük oda, mert akkor nem itt borítsuk ki, hanem ott. 92 és 93-ban meg is szűnt. És ugyanez volt, a paksiakkal megfojtották azokat is, mikor ugye az oroszok kiestek, és akkor tudják, a konzervgyárat, és akkor tudják, mit csináltak? El kellett mindenkinek menni, és akkor a pénz, ami járt volna a terményért, hozhatott ilyen üvegekbe, amilyen savanyút, befőttet, bármit akart, és akkor az út mellett végig itt ki volt rakva mindenki. Volt, akinek 500 üvege volt akinek 600 üvege volt, 800 üvege, és akkor vártuk, hogy majd jönnek erre, aztán megveszik az autósok. És akkor így találkozott a pénzivel, ha el tudta adni azt a terméket. 91-ben, amikor megszűnt, akkor elküldtek bennünket munkanélkülére, akkor itt voltunk munkanélkülő, akkor az agromónus, hát ugye Takács behívott bennünket, hogy nem akarunk visszamenni, azt mondtam a Lacinak, mondom, te mondom, meddi. Hát azt mondja, egy pár hónapra, mondom, akkor viszontlátásra. Akkor már vettem gépet, mind mondom, akkor én már nem, majd egyengetem a sorsomat.
használja ezt teljes egészében, szinte a TSZ-eket privatizálták, és aki privatizált, az volt a legelső, hogy eladni az állatokat, nem az, hogy ott tovább menjen, hanem az, hogy megszüntetni. Mondom, itt is 600 tején volt, ez 3 hónap alatt úgy leépítette, hogy nem maradt semmi se. És mikor már 400 liter tej van, akkor, vagy ott többiek is, Lajos Komáromba megvette a Raskó, aki az Antalnál volt államtitkár, és akkor ő neki kapcsolatai, ők most megmagyarázza, hogy hogyan kellett volna jól csinálni. Tehát elfelejtett, hogy akkor az egész Vas megyében van neki több száz hektárja, Lajos Komáromban, ahol a legjobb földek, mert Lajos Komárom ennyiben vannak 30. És akkor ő is szépen eladta, most egy kavicsbánya, ásványbánya az a telep. Az én fiam is 3 műszakba jár, Fehérvárra már, a jóisten tudja hány éve, 20 éve. A kislánya is, a veje is eljárnak. Nincs. Fehérvárnál közelebb nincs munkahely. Tönk lehet téve. Igen. Arra, hogy itt 30 embernek volt munkája, ahhoz jó volt, mert fix volt. Jó, ezek az emberek mind mellette dolgoztak. Szóval ezeknek volt mezőgazdaságban ténykedtek, földjeik voltak. Szóval ez csak vagy fuvarozott, hogy mindenki csak az egy ilyen. De volt biztos fix munka volt abban, hogy hát ott azért megtalálta számítását ebbe az embereknek. Na de utána, amikor a szétvállás jött, a rendszerváltás, azok az emberek, akik együtt voltak velünk a zalakításnál, akkor ugyanazok pont megváltoztak, megfordultak. De azért megegyeztünk, az lett a vége. Az lett a vége. Úgyhogy, de az iskola megmaradt, hát ahhoz ragaszkodtunk, az egészségházat felépítettük. Úgyhogy, de termelőüzemű, gyárunk, ilyen nem volt. Nem lett semmi. Úgyhogy, hát nagyon sok olyan dolog van, amikor nem TSZ-ek, hanem átalakultunk 12 Kft-be, tevékenységi körök szerint. Volt sok dolog, amilyen átmentünk.